októbert megelőző három hónapban, tehát augusztusban, szeptemberben és októberben Müller Cecíliáék adatszolgáltatása alapján azt mondhatjuk el, hogy az új fertőzöttek közül 48%-nyian voltak az oltottak, és 52%-nyian voltak az oltatlanok. Tehát ez három hónap összesített adata, és egészen a közelmúltból való. Tehát az, amit Orbán Viktor mondott, hogy a vírus majd lepattan az oltottakról, az nem igazolódott be. Sőt, az oltási akció héten már arról beszélt Merkeli Béla a közszolgálati tévében, hogy a kétszer oltottak is fenntartották a járványt, és ezért van szükség a harmadik oltásra. De vannak ennél durvább hazugságaik is, tisztelt képviselőtársaim, amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül. A Szent János Kórház COVID osztályáról van szó, amelynek az egyik műszakvezető orvosával az egyik fideszes önkormányzat, a Hegyvidéki Önkormányzat közölt egy interjút, és a nyomtatott labban megjelent dr. Horváth Benedek részéről kétszer is az az állítás, hogy a kórházba beérkezett betegek, tehát akik kórházi ápolásra szorulnak, azoknak a kétharmada oltott. Elmondta az orvos, a műszakvezető orvos, hogy ennek a hullámnak az elején még igen jellemző volt, hogy az oltatlanok voltak többségben, most már a hozzájuk beérkező betegeknek a kétharmada oltott. És önök mit csináltak? Ez a fideszes önkormányzat mit csinált? Megoszthatnánk az online verzióját is az interjúnak, ha változatlanul közölték volna. De megváltoztatták. Pont ezt a két részt megváltoztatták, és az online verzióba nem került bele az, amit a nyomtatott labban megjelentettek a dr. Horváth Benedekkel végzett interjúban. Én elhiszem, hogy rém kellemetlen önöknek, hogy ez a konkrét eset, ez a konkrét adatszolgáltatás a Szent János Kórházból nem illik bele az oltásról szóló kormányzati propagandába, de azért ilyen mértékben, ilyen átlátszó módon hazudni és hülyének nézni az embereket, az mégiscsak felháborító. De említhetném azt a budaörsi házi orvost, aki a Buda környéki televíziónak nyilatkozott a saját praxisában tapasztaltakról. 2 hét alatt az ő praxisában 42 COVID pozitív esetet azonosított, és amikor ott is megkérdezte a riporter, hogy ezek között mennyi volt az oltatlan, hogy a többsége oltatlan-e, akkor azt mondta, hogy nem. És a riporter is megdöbbent, hogy nem. És elmondta az orvos, hogy nem, a 42-ből 3-4 volt oltatlan, nem 3-4 volt oltott, 3-4 volt oltatlan, a többiek 2-3 oltással jelentkeztek az orvosnál. Tehát ebben a házi orvosi praxisban, a mostani hullámban a jelentkező betegek 90%-a 2-3 oltással rendelkezik. És ezek ismeretében a kormány azt írja, hogy az oltatlanok mások életét is veszélyeztetik. Hát kérem szépen, hogyha önöknek ezt elbírja a lelkiismerete, akkor az úgy látszik, hogy nagyon sok mindent elbír.